Köszöntöm tisztelt nézőinket, köszöntöm beszélgető partnert, dr. Törvény Gyulát, a munkáspárt elnökét. Elnök úr, van költségvetésünk, elfogadta az országgyűlés 133, igenis 61 nem szavazat ellenében a 2021-es magyar költségvetést, amit Varga Mihály pénzügyminiszter úgy titulált, hogy a gazdaság védelmére és a családok védelmére hozott létre. Mit szól hozzá? Jó költségvetés született? A munkáspártnak több javaslata volt már a költségvetés elfogadása előtt. Tehát mindenek előtt kezdeményeztük azt, hogy fizessenek a gazdagok. Ugye egy költségvetésben nagyon fontos kérdés az, hogy honnan veszi a pénzt. Mi ma azt látjuk a növekedő árakon, a egyre nehezedő életkörülményeken, hogy sajnos mi fizetjük meg az árát. Tovább én nagyon szeretem a sárga barackot, de hát azért, hogyha 2500 forint egy kiló sárga barack, akkor az idén nem fogok enni sárga barackot, és a családok nem fognak tudni eltenni sárga barackot a következő évre. Fizessenek a gazdagok. Mi azt mondtuk, hogy a kormány vezessen be és a költségvetésbe érvényesítse azt, hogy szolidaritási adót fizessenek azok, akiknek a vagyona több mint 1 milliárd. Nem tették meg, fülebotjukat sem hozgatták. Mondtuk azt is, hogy ugye az egészségügyről beszélnek, és Varga Mihály is beszélt erről, de valójában nem arányosan a többet. Több pénzt kap az egészségügy, de a nemzeti jövedelemben, a GDP-n belül nem nő az egészségügynek az aránya. Ez pedig azt jelenti, hogy arányosan továbbra se jutott az egészségügybe, miközben szerintünk többnek kellene jutni, mert a bajok nagyok. És ezért kellene a GDP legalább 10%-át. Ugyanez vonatkozik az oktatásra is. És az egészségügynél mondtuk mi, és ez sem került bele a költségvetésbe, hogy például a úgynevezett volumenkorlátot el kellene törölni. Ma, ha bemegy és azt mondják, hogy kérem szépen, önnek ugyan vakbele van, meg kéne operálni, de hát sajnos erre már nincs kerete a kórháznak, akkor vagy keres egy másik kórházat, vagy mondjuk éppen meghal, lehet választani. Ezeket el kellene törölni. Ezért mi nagyon tartunk attól, hogy ez a költségvetés nem a családokat fogja segíteni döntően, hanem a multimilliárdosokat, a szupergazdagokat és a külföldi barátaikat. Elnök úr, ha már a pénzvilágánál maradva, Újhegyi István, MSZP-s képviselő úgy véli, hogy Magyarországon sürgősen be kellene vezetni az eurót. Elmondása alapján Orbán Viktor miniszterelnök azért sem gondolja komolyan az euró bevezetését, mivel azzal elveszíteni játékterét, melyet Brüsszel zsarolja, másrészt pedig Moszkván, illetve a keleti diktatúrának udvarol. Magyarországnak tényleg szüksége lenne az euróra, mint fizetőeszközre? Az eurót 1992-ben hozták létre, akkor vezették be az európai országba. Ennek a döntő célja az volt, hogy a dollárral szemben legyen az európai országnak egy közös valutája. Magyarán az európai kapitalizmus akarta az amerikai kapitalizmus megszólítani. Hát kiderült, hogy ez azért nem egészen így sikerült. És még egy dolog kiderült, hogy az eurót a német tőke nagyon gyorsan a saját javára hasznosította, és ugye márka már nem volt, így az euróval hódította meg az európai piacokat. Tehát ennek vagyunk részesek. Na most jó-e az nekünk, hogy a német tőke továbbra is teljes Európát a pénzügyi uralma alatt tartsa? Ha euró van, ami pénzt jelent, akkor azt is tudni kell, hogy ez egy olyan pénz, ami mögött jelenleg nem áll állam. Tehát előbb vagy utóbb kell mögé államot teremteni, az pedig nem lehet más, mint az Európai Egyesült Államok. Annak közös adópolitikája, közös pénzügyi politika, közös pénzügyi rendszere van. Hát vagy nemzeti kormányokat akarunk és nemzeti függetlenséget, vagy alávetni magunkat az euró, és ezen keresztül az európai nagytékű közös uralmának. És még egy dolgot mondanak, tessék kiszámolni, hogyha mondjuk valakinek ma 80 ezer vagy 100 ezer forint a nyugdíja, és akkor mondtam egy jó számot, az 300 forintos euróval, vagy 330-asra a váltsát euróra, és akkor mindjárt kiderül, hogy mennyit ér ma egy magyar nyugdíjasnak a nyugdíja. Főleg, ha visszahasonlítjuk az európai árakkal. Úgyhogy én azt gondolom, nem kell sietni, még az is lehet, hogy 10 év múlva nem lesz euró.
amilyen helyzetben ma az európai kapitalizmus van, még ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. Tovább boncolgatva egy kicsit Újhely úr véleményét, tehát ugye azt mondta, hogy Brüsszelnek zsarolni, tehát Brüsszel zsarolni kell, Moszkvának pedig udvarolni. Most tényleg szükségünk van nekünk Magyarországnak, hogy ezt a két úgymond nagy hatalmat ilyen nexusorban említse? Magyarországnak sokoldalú diplomáciára és sokrétű nemzetközi kapcsolatrendszere van szüksége. Ha mi csak egy pilléren állunk, vagy két pilléren állunk, akkor előbb-utóbb megbukunk. Ugye a három lábon álló sámli az egy biztonságos valami, ha csak két lábon áll, akkor felbukik. Tehát nekünk biztonságos elemekre van szükségünk. Magyarország elkötelezettje és tagja az Európai Uniónak, ez egy lehetőség, de emellett hidakat kell építeni Oroszország, Kína és mások felé. Európát egyébként az mentené meg, hogyha Németország és Oroszország megegyezne egymással egy közös európai létről, ahhoz csatlakozhatna, Törökország csatlakozhatna a többi kelet-európai ország, és létrejönne egy nagy, egységes Európa. Nem Európa Egyesült Államok, hanem az európai nemzetek közösségét. Elnök úr, maradva a keleten, tehát azt mondta Újhely úr, hogy keleti diktatúra, de most ugye Moszkvát említette, mint keletet. Akkor most ebből az adódna, hogy Moszkvában diktatúra van? Tehát ott még esetleg, bocsánat, az, hogy kommunizmus van? Vagy... Ez az MSZP és a liberális minden politikusának kedvenc témája. Szovjetunió már nincsen, Oroszország van, kommunizmus Oroszországban már nincsen, annak ellenére, hogy vörös csillag van a Spasszky bástya tetején. Ők másként élik meg a múltjukat, és nem dobnak ki mindent, mint ahogy ezt a kelet-oroszországi részében, így Magyarországon is megteszik. Egyébként csak azért beszélnek diktatúráról, hogy elrettentsék Magyarország. Oroszország egy fontos tényező az európai politikának, mi függünk tőlük gazdasági téren, energiatéren és más területeken, és tulajdonképpen ez egy olyan piac, ahova még mi tudunk árukat kivinni, miközben Európa tulajdonképpen már zárt részünkre. Úgyhogy nem ideológiát kell gyártani, meg nem kommunistázni az oroszokat, hanem együtt keverünk velük is, Kínával is, Vietnámmal is. Maradván még egy kicsit nemzetközi vizeken, Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt az Egyesült Államok szövetségi ünnepe a függetlenség napja alkalmában. Orbán szerint az amerikaiak, a magyarok különös ragaszkodást és odaadást mutatnak közösen, közös értékük, szabadság, szuverenitás és a függetlenség iránt. Azt is itt a levelében, hogy nem felejtjük el, az Egyesült Államok elmúlt századok során számos szabadságszerető magyarnak adott otthont. A függetlenség és a szuverenitás olyan értékek, amelyeket a kormány és a magyar nép ápol, szeretne megőrizni még a nehéz időkben is. Ez most egy idézet volt. Viszont nem furcsa az, hogy Orbán miniszterelnök ezeket a sorokat egy olyan vezetőnek írta, akik nemhogy a szabadságot, de beavatkoznak más államok belső életébe, aztán megszállnak országokat, ugye lásd Afganisztán, Szíria, Irak vagy egyéb más országok. Ha én lennék Magyarország miniszterelnök, akkor a következőt írtam volna. Az Egyesült Államok mégiscsak szuperhatalom, Magyarország partnere és szövetségese. Tisztelt elnök úr, köszöntöm Önt és az Amerikai Egyesült Államok népét a függetlenség napja, az Amerikai Egyesült Államok nemzeti ünnepén. Jó egészséget, sikereket, virágást kívánok Önöknek. Pont. Aláírás. Amit a magyar miniszterelnök és a miniszter, a kormány másik tagja, a külügyminiszter is megtett, meg két távirat is ment, az egy hűségnyilatkozat, amire nincs szükség. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatunkat nem tették fel a nemzeti konzultáció kérdései közé, mert biztos, hogy nemet mondtunk volna. Tehát erre a hűségnyilatkozatra az ég adta világon nincs szükség. Mi nem vállalhatunk közös értékeket olyan országban, mint az Egyesült Államok, amely háborút folytat Szíriában, meg akarja dönteni a törvényes szíriai kormányt, amely gazdasági, politikai és ideológiai háborút folytat Kínával szemben, és sorolhatná még tovább a bűneiket.
Elnök úr, utolsó kérdésként egy nézői kérdést engedjen meg nekem, ami ráadásul még aktuális is. Itt hívnám fel viszont kedves nézőink figyelmét. Ha önök is szeretnének kérdezni Tőrvel Gyulától, akkor nincs más dolguk, mint egy e-mailt írni a 10 perc kukac, 10 perc Tőrvel Gyulával, kukacmunkáspár.hu e-mail címre, és a levelek meg lesznek válaszolva. Következik a kérdés. Ugye ma van Kádár János halálának 31. évfordulója, és a napokban ünnepelte meg, illetve emlékezett meg a Munkáspárt ezen eseményről. Ide vonatkozik a kérdés. Nézzünk kérdés, hogy miért ragaszkodik a Munkáspárt még most is Kádár János személyéhez, hiszen ő megosztja az embereket. Illetve folytatván a kérdés, hogy nem-e gondoltak arra, hogy ha Kádárt elmondják, akkor esetleg nagyobb esélye lehet a pártnak a parlamenthez való közeljutásra, vagy oda bejutásra? Ez a magyar történelem az nem egy olyan zsák, amiből mindenki kiveszi a maga részét. Ebben az országban közösen éltük meg az elmúlt évtizedeket. Vannak értékek, amelyet egyes politikai erők elfogadnak, mások meg nem fogadnak el. 30 évvel ezelőtt mi a magyar szocializmus értékeit fogadtuk el, és ezt az örökséget valljuk magunkért. De nem azt jelenti, hogy mi azt akarjuk csinálni, amit Kádár János csinált. Ilyet értelmetlen is lenne a politika céljaként megfogalmazni, hiszen 30 évvel később vagyunk, egy új korszakban, egy új világban élünk. De azt kell nekünk tudomásul venni, hogy akkor a dolgozó embereknek jobb életük volt, mint ma. És ha a Munkáspárt egyszer hatalomra kerül, akkor ígérem, hogy a dolgozó embereknek jobb életet fogunk teremteni. Meg lehetne tagadni Kádár János, mint hogy a rendszerváltás után divat volt, hogy írók, közéleti személyiség, a saját szüleiket megtagadták. De én azt gondolom, hogy ez nem a hitelességüket erősíti, hanem ellenkezőleg ellenszembesül teszi őket, hiszen az ember nem tagadhatja meg a szüleit, akármit is tettek, és egy ország, a politikai erők nem tagadhatják meg azt a múltat, amiből kinőttek. A Munkáspárt a magyar munkásmozgalomból, a magyar szocializmusból nőtt ki. Mi nem akarjuk a rosszat megismételni, de a jót azt igenis visszük tovább, és megpróbáljuk még szebbé, gazdagabbá tenni hazánk és a népünk jövőjét. Elnök úr, ez egy nagyon jó végszó, ezzel be is fejeztük a beszélgetést. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre, hogy válaszolt kérdéseinkre. Kedves nézőknek, köszönöm a figyelmet, kövessenek bennünket továbbra is interneten. Viszontlátásra!